Füzesi Ferencre emlékeztek augusztus végén Pécsett. Az egykori kézilabdázó a magyar válogatottban 1980-81 és 1989-92 között 86 alkalommal szerepelt. Tagja volt az 1990-es világbajnokságon 6. és az 1992-es barcelonai olimpián 7. helyezett csapatnak. Edzőként a Pécs mellett dolgozott a Pontevedránál, Pécsudvaron, Komlón, Tatabányán, Orosházán, Balmazújvárosban, Szombathelyen és Mohácson. Füzesi Ferenc 2020 tavaszán hunyt el. A PSN ZRT kézilabda szakosztályának lány és fiú szakága 2. alkalommal rendezte meg a Füzesi Ferenc emléktornát, melynek keretében felavatták az egykori kiváló kézilabdázó edző emléktábláját a Lauber Dezső sportcsarnokban. Azért, hogy egy olyan ember előtt emléket tudjunk állítani évről évre, aki ezt abszolút megérdemli, nagyon sokat tett a sportágunkért. Egy remek ember, remek családapáról beszélünk, mellette meg egy kiváló játékos és egy kiváló edző volt. Alapvető feladatunk az, hogy, és ez a legkevesebb, hogy évről évre megemlékezzünk róla. Nagyon elfáradtam az edzéseken, de a viccet félretéve érdekes a mi kapcsolatunk. A bátyámmal egy klubot vezettek közösen egy időben, aztán játékosa lettem, aztán edzőkollégák lettünk, szóval tartottuk azért a kapcsolatot. Én inkább úgy jellemezném, mint egy mentornak, úgy emlékszem rá vége fele is. Edzőként is kiváló ember volt, és mentorként is bármikor, ha bármi problémám volt, számíthattam rá. Hívtam is természetesen, ha kellett segítség fiatal kezdő edzőként, úgyhogy én inkább egy nagyon jó emberként, barátként tekintek rá és emlékezek rá. A PSN ZRT fiú csapata megnyerte a csoportmeccseket, így a torna győzelemért játszott. Én 10 éve kézilabdázok, ez a 3. szezonom, amit itt kezdek el a PSN-nél, és azért fontos nekünk ez a torna, mert egy ismert kézilabdázó emléke előtt tisztelkedhetünk vele, és színvonalas meccseket játszottunk jó első osztályi csapatok ellen. Szerintem fontos, hogy nyáron is profi csapatok ellen játszunk, és ezáltal jobban fel tudunk készülni az idényre. Jelenleg fejben készülünk a döntőre, és meglátjuk, mi lesz. Szeretném profi szinten űzni a kézilabdát, de ez még sok munkával jár. Ez 10 csapatos, 6 fiú csapat és 4 lány csapat vesz részt a kupán, a tavalyihoz egyébként hasonlóan. Tavaly a Tatabánya csapata nem tudott eljönni, most a Komlót váltották, a Komló igazoltan távol, lehet így mondani, 100 évesek ők is, elég komoly ünneplési sorozatban vannak, hagyományokat őriznek, illetve a lányoknál történtek változások, ott most a Szombathely, a Siófok is új belép a Mohács és a Pécsi csapat mellett, úgyhogy azért volt egy kis frissülés, frissítés benne, de a nívót abszolút nem vesztett el, sőt. Azért a csapatoknak, a fiú csapatok összessége, illetve minden csapat első osztály, U18 első osztálynak a részvevője nyugatról, keletről, és a lányoknál is a Mohács és a Pécs másodosztályú, a Siófok és a Szombathely pedig első osztályban szerepel, úgyhogy igazából kiváló csapatokkal tudunk mérkőzni. És olyan helyekről is, ahol gondolok itt egy Balmazújvárosra vagy egy Orosházára, sajnos ilyen oknál fogva találkozunk, de mégis egy olyan csapat ellen tudunk játszani, aki ellen azért nagyon ritkán adatik meg. A pécsi fiúk a döntőben a Tatabánya KC együttesét győzték le, így megnyerték a 2. Füzesi Ferenc emléktornát. A lányok a bronzmeccsen a szombathelyi KKA együttesénél bizonyultak jobbnak.